Na most kérem szépen, tegnap ott hagytuk abba, hogy szárnyal a csapat, és ezt a szárnyalást folytatni kellene. A helyzet viszont az, hogy a tabellán azért nagyon-nagyon durván szoros a helyzet, tehát hogy azért az, hogy az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. helyzet 2 ponton belül van, az elég félelmetes, viszont utána egy hatalmas szakadék van. Én úgy gondolom, hogy ezt nyomni kell most, nagyon nyomni kell, tehát itt még zsinórban nyerünk 2-3 meccset, 3-at, Luton, Brighton, Bournemouth-t valahogy még elverjük, és akkor... És akkor ott a Bournemouth meccsre már érkezik egy új igazolás csak. Igen, sajnos csak egy. Akkor itt van az... Hát most őt nem tudom, hogy kell nevezni. Oedra... Hogyan kell őt hívni? Lövésem sincs. Assan. Ez lesz kiírva amúgy? Nagyon remélem. Assan. Oedrago. Oedrago. Assan. Na most őt csak kölcsönbe sikerült elhozni, viszont van egy döbbenetes dolog, mert az ajánlatban benne van egy olyan opció, hogy őt meg tudjuk majd vásárolni pár millió euróért, és ő hatalmas tehetség. Szia Gunges. Szia Uszi. Aranka nem ér rá, disznót vág. Hát mondtam, pont az előbb mondtam. Így figyelsz, gyönyörű. Jó, nem, biztos nem voltál csak itt. Persze, tudom én. Csatárt kell igazolni. Most jutott eszembe. Úgyhogy csatárt kell igazolnunk, hölgyeim és uraim. Mert hogy Woodot eladtuk, Gibbs White-ot eladtuk. Ebből befolyt némi... Zsozsetta. Úgyhogy igazolni kell egy csatárt. Úgyhogy kérem szépen, megnézzük itt a kívánság listát. És mindjárt akkor kitérünk itt erre. Ja igen, Keke Toppot félre raktuk. Már nem tudom sajnos, hogy ki ajánlotta, de valaki nagyon ajánlotta. Erre emlékszem tisztán. De úgyhogy... Ha úgy marad, úgy lesz pénzünk, akkor még igazolunk más játékost is. Komolyan mondom. Tehát, hogy itt minden pénzünket elköltjük, hogy legalább a szezonunk második fele arról szól, hogy beépítsük a csapatba a játékosokat, a fiatalokat. Igazából ránk fér. Én a védelmet egyelőre nem bolygatnám, ráférne. Az öreg, az idős, idő, hogy a fiatalitás, inkább fogalmazunk így, fiatalitás, az nagyon ráférne sajnos. Akkor Elanga sem a legélesebb kés a fiókban. Hát lehet, hogy 2 bal szélsőt igazolunk. Egyébként a Newcastle rengeteget köszönhet nekünk. 2 játékost intéztünk nekik, azt is lehetne mondani. Felhívtuk 2 játékosra figyelmüket, és hát le is igazolták őket, hogy rohadjanak meg. Úgyhogy leigazolták őket. Figyeltek, most a Sheffield ellen én rotáltam. Aha, tehát akkor a Luton ellen is rotálunk. Muszáj. Vissza minden így. Rotálni kell a Luton ellen is. Nagyon-nagyon meg fog halni mindenki, de most itt muszáj. Muszáj kicsit keménykedni. Origit is beraktuk most a kezdőbe. Úgyhogy... Hát... Várjál csak. Van nekünk itt egy Monty elünk. Aha, akkor inkább őt berakjuk a padra. Mert ha egészséges Ajna, akkor inkább ő játszon talán. Talán. Majd a Brighton ellen, persze. Hát mondjuk Orié nem játszik most annyira rosszul. Előző meccsen legalábbis egész jó volt, ilyen 7-es értékelés legalább elcsípte. Karin Konaté. Jó. Na, egy-két játékost amúgy elindíthatnánk így felspotolni. Mindjárt megnézzük akkor. Hogy nehogy itt lecsúszunk bármiről. Luis. Ő mentálisan azért nem a legjobb. Itt van Aaron. Jakobisvili Aaron. Tesóját is megnézzük. Sajnos elég gyengék. De hát most nyilván kis csapatokhoz, ha valaki le tudja igazolni, ahol megállják a helyüket, akkor azért az érdekes lenne. Én
Kíváncsian várom. Az esetleg valaki kipróbálta volna őket már. Hát skacok, ha tudtok fiatal csatárt mondani, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, igen, fiatal csatár. Fiatal csatárokat, ha tudtok mondani, akkor megnézhetjük őket. Zirkze, itt is van. Bologna, azt a mindenit. Hát 22 éves. Hú, hát ő nagyon drága. Ő nagyon-nagyon drága. Érdekli egyébként a... Érdekli! De hát legalább 32 milliót kérnek érte. Annyi pénzünk biztos, hogy nem lesz. Biztos. Na minden, nézzük tovább akkor. Ez kicsit durva. Shaquille Van Persie. Shaquille Van Persie. Van közel Robin Van Persiehez? Ez ki? Van? Van hozzá közel vajon? A fia? Mi? Azt a kurva! Nem lehet. És ekkora tehetség? Ez beszarás. Hogy a gyászba? Te mi, a genetika az ilyen? Hát ez őrület. A Gnonto az csatár? Seko Mara. De várj, előző játékos se kérdeztem meg. Érdeklődik? Érdeklődik, csak nagyon drága. De megfigyeltetjük, sose tudni. Gnonto. Végül csatár. Hát. Jó van. Hát ez rohadt drága lehet ez a gyerek. Érdekli egyébként a csatlakozást? Igen. Azta. Meglepő. Lisztes Krisztián, hát ez nem is csatár. De megfigyeltetjük, mit szóltok hozzá? Hát a poén kedvéért, nehogy már ne. Hát őt most nem tudjuk elhozni. Viper, hát remélem, hogy az összes játékost elrakom, akiket írtok. Próbálok figyelni nagyon. Na, ő egész jó áron van. Én 9 millió körül 10. Árpikára persze, hogy emlékszem, Miki. Ami jó, hogy Tell. Vahi. Nézzük Vahit. Jobban tetszik a neve. Hát ez a gyerek, ez nagyon durva. 55 millió legalább a... Mi? 87 milliót akarnak érte minimum. Minimum. Varga Barnabást néztük már. Őt felszpotoltuk, egész jó. Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca. Hát azért öregecske. Viszont ő kölcsönbe van adva. Őt hagyjuk. Nelson Viper. Ő, ez ismerős ez a név. Ez... Ja, ezt néztük pont az előbb, ugye? Igen, pont az előbb, jó. Liam Dilep. És pont rosszul írva járja a srácot. Ajajajaj, nem vagy részeg? 30 millió, hát de. Azért elraktuk. Sesko. Az öreg, nem? Sesko. Dehogy öreg, baszki. Hogy ellen öreg? De hát ez elérhetetlen. Lipcsénél van, legalább 50 milliót kérnek érte. Sky Pink. Jól írtad le nevét? Ja, így. Ja, igen, csak sima V-vel. Milyen jó feje van. Ez az, ez jó. Jó a haja. De nem érdekli a csatlakozás. Nem baj, azért elrakjuk, hát ha meggondolja magát. Karim Konaté. Azt a kurva életem, milyen futása van. Legalább 17-es gyorsulás. Isten. Hát ja, a Lipcse, persze. Jó, azért figyeltessük meg. Nem olyan vészes végül is, talán annyira. Ádám Martin, Bence, ne hülyeskedj már. És kacok amúgy... Nagyon sok játékost
Ez horror. PSV-nél van. Jó, megfigyeltetjük azért, de ez horror. Go-u-i-ri. Jó, kezdenek a nevek. Iri. 51 millió. Meg se figyeltetem. Meg már öreg is, ugye? Brian, Robbie. És miért nevetsz ennyire, Atesz? Miért nevettél? Hát le neves. Bizonytalan. Hát bizonytalan. Na jó, többet nem nézünk. Skacó, köszi mindenkinek a tippeket. Többet nem nézünk, mert elmondom, miért nem. Illetve megmutatom. Hát azért, itt van 7 darab játékos, azért... Na. Hát azért ebből csak választunk, nem? Bízunk benne. Itt szerintem Keke top lesz a befutó, nem? Ő érdeklődik, erről helyesen kevés pénzt kér. Keke top, de ez gyanúsan kevés pénzt kér. Furcsa. Megfigyelés, az pörög. Jó van, pörögjön csak. Jaj, ne! Na ez a baj az érdeklődéssel. Hogyha én elkezdek érdeklődni a fiatalok iránt, akkor egyből a többiek, tehát a konkurens, a riváli csapatok egyből felfigyelnek erre. Hát bazd meg. Többet ügynöknél nem érdeklődöm, vagy nem is tudom, ilyen finoman. Csak finoman. Istálóját, nézd meg. Keke topra! Na. Lehet most kéne leigazolni őt. Csak így vakon. Spax, figyeltek, mennyi pénzt kér? 2-3 millió? Leigazoljuk? Nem jó, megy kölcsönbe. Vagy mit tudom, hova? Valahova. Elintézzük. Nincs igazam? Gyorsan üssük le. Üssük le, így vakon. Megbízom bennetek, hogy jó. Jó van. 10 gól után 57 ezer euró. Jó. 1 millió 900 ezres ajánlat. Hát ne vicceljünk. Ennyi pénzt. Kétségei vannak a feltételek tárgyalása kapcsán. Ujjúj. Kétségei. Keretjátékos. Hát hatásos csere esetleg. Így csak. Most ha valaki bejelentkezik érte, akkor gáz van. Akkor nagyon nagy gáz van. Mert akkor valószínűleg több játékidőt ajánlanak neki, és a többi. Mint ahogy volt a... Mit tudom én, most a valakit elvitt tőlünk a Sheffield. Mert több játék lehetőséget ajánlottak neki. Holott én csak azért ajánlottam neki annyi játék lehetőséget, hogy biztosan ne rinyáljon, hogyha esetleg véletlenül keveset játszik majd valamilyen okból kifolyólag. Húz, ennyi pénzt akar ő keresni már most? Normális vagy, fiam? Hát ennyit, jó. Ó, pénzéhes. Hát ez nagyon pénzéhes, gyerekek. Jó, hát ez nagyon durva. Hát 30 ezer fölé nehogy már menjünk. Kisfiam. Kapjad már össze magad, azért. Hát ez kemény. És azért vakon leigazolni? Hú, gyerekek! Hát én nem is tudom. Jó, labda nélküli helyezkedés legalább 11-es. Higgadság legalább 12. Eltökéltség legalább 14. Ez azért egész jó. Erő legalább 13. Tehát ezek azért elég jó. Dolgok. Hát, igen. Igen. Az a helyzet, hogy el oda kell figyelni, csak most ugye nyilván a Keke top ügynöke meg szeretne minél nagyobb felhajtást kelteni a játékosa körül. Ezért verte itt egyből nagy dobra. Jó nagy szarházi. Na majd, de nem, majd ez nem baj, Balabási ezt észben tartja. Majd ha esetleg a jövőben úgy alakul, kirúgatom vele az ügynökét. Kurvanyába. Meglátjátok. Nagy kókler az a Keke? Jaj, ne. Miért?
Miért mondod ezt? Van de Beek? Hát őt... Nem tudom. Kölcsönjátékosokat nem szeretem én az a helyzet, bocsi. Ez egy melléfogás lesz? Wolverhamptonnál játszik egyébként. Oda lett kölcsönbe elküldve a United-től. Szia Zsolti! Zsutlára? Emlékszem. Igen. Zsiru. Kamarda. Nincs. Nincsen. Kamassa van csak. Camas. Á, de az más. Az egy stadion. Jutgla. Hol tart? Brüsné van. 24 éves. Aszta. Hát, nem sokra vitte. Szegény. Kár. E meg ha. Á, de tényleg, de nézzünk már több játékost. Na jó, őt még azért fölírjuk, mert ő tuti olyan, mint egy rakéta. Nem igazolna hozzánk semmilyen körülmények között egy Strasbourgból. Azért megfigyeltetjük. Egy Strasbourgból. A Strasbourg 11. a francia bajnokságban. És kacok, nem nézünk több játékos tényleg. Majd legközelebb. Majd legközelebb. Ha ezek nem jönnek be, akkor majd visszatérhetünk erre tényleg. De köszönöm még egyszer. Na, Ebbot. A végén belőle lesz valaki. Ez igen. Tehát konkrétan úgy jönnek a játékosok erre a meccsre, hogy még fáradtak. Uha. Ebből mi lesz? Ecsém. Hát igen, ez elég kemény, kicsikét azért... Jó, Gibbs helyet játszol, akkor odaj. Valami húzóerő legyen azért ott elől. És akkor Gibbs-et majd becseréljük, Origit becseréljük, vagy mit tudom, esetleg Woodot. Esetleg igen, Woodot. Inkább ő, mint hogy ez a Kókler Origi játszon. Ez nevetséges. Na de mi van a toppal? Azóta sem jött a válasz. Keke top. Mi baj van vele? Kit lehetne még játszatni? Az a baj, annyira nem állunk jól. Pedig Ebbotot én beraknám most a kezdőbe, legszívesebben. Berakjuk a kisgyereket a kezdőbe? Hát ez letérdepelne elém. Ha beraknám most a kezdőbe. Berakjuk? Poli helyett. Passzolni tud. 10-es passzolás, 6-os meglátás. Júj! Inkább középre kéne akkor betenni őt. Vorral mondjuk előző meccsen világklasszi szinten volt. Megnézzük Boli helyett. Kisgyereket. Ájjajjaj, 19-re lapot. A betonvédelem az jó. Izgi. Jó, esetleg Bolit majd becseréljük. Az is tálóját, ez 19-re a lap, ez nem szorulunk rá, hogy játszon, csak mégis csapatnak azt hiszem saját nevelése, de mindjárt ennek utána nézünk. Azt hiszem, hogy saját nevelés. Saját neveléseket meg hát én nagyon szeretem. Az! Hát ez az! Hát ennyi. Hát azokat Bala bácsi kedveli persze. Na. Gyerekek. Nagyképű Ori. Vlahodimos határozatlan. Egy kapus mi az, hogy határozatlan, te? Itt pofoznak föl mindjárt. Határozatlan. Egész végig itt kugyenálta a játékidőt, most megkapta a játékidőt, az határozatlan.
Mik a gondolatai a mostani menetrendről? Eléggé kihívás jelentőnek tűnik. Hát az hát, két naponta meccs? Vagy három naponta? Viccesz? Öreg. Nehéz volt, de ilyen a futball. És csak továbbra is bele kell fektetnünk a munkát, hogy fejlődjünk. Busszal Niakate, Ajna és Omo Bamidele nincsenek a csapatban. De nem is sérültek, ha jól értesültünk. Miért maradtak ki? Hogy legyen, mit kérdezned? Csak pihentetem őket, nincs más oka. De legalább jó volt a válasz végül is. Hülye kérdés. Volt ez nagyon. Milyen a hangulat a táborukban jelenleg? Tábor? Öreg, ez nem munkatábor. Mentálisan rendben vagyunk, minden napot és kihívást izgatottan várunk. Úgy van! Odoit és Elangát? Á! Elanga jobb oldalt nem tud játszani. Meg hát Hudson Odoi jobb oldalt volt eddig mindig a legjobb. De meg lehetne cserélni őket esetleg, persze, végülis miért ne. De nem most. Hosszú még a szezon. Játszanak ők majd mindenhol, ha megjönnek az újoncok. Hát az a jó Hudson Odoiban, hogy két lábas. Majdnem a bal lába is olyan, vagyis a jobb... Vagy mit tudom én már melyik a gyengébbik lába. Szóval neki jó. Igen, jobb lába nagyon erős, bal láb meglehetősen erős. Nem rossz, nem rossz. Nem rossz. Olyan, mintha nem lenne folyékony a kép, nem? Jól érzékelem? Hát, hogyha laggolna. Vagy rosszul látom? Most jó, ugye? Most az igazi. Azt a kurva! Hát mit csinálsz, te bunkó? Majdnem megölt elvonni itt, cseszed! Normális ez? De pirosat kapott, Szembi Lokonga. Na gyerekek! Na most itt berámolunk rendesen, vagy 5 gólt. Kurva életbe. Ja, most szerintem jó, most jobb. Jobb, vagy jó? Nem mindegy. Szia Peti, szia Dávid. Szervusztok. Ezt a meccset legalább így most már kötelező nyerni. Így ez valahol azért előny is, mert... Tehát... És! Elangának ennyire gyenge a bal lába, vagy mi? Mert megint a bal lábára jön ki, tehát elfogadható a bal lába. Egyszerűen csak szimplán idióta. Ez ilyen egyszerű. Hagyjad már! Az igen, nem volt kéz. Hát, animáció szerintem az volt pedig. Mindegy, nem baj. Nem látták. Jó van. Köszi, Grizzly. Köszi a mennyújtatás. Hát amúgy egész jól támadnak, figyelj.
Az anyja úristenét, a ne vicceljünk, bazd meg. Anyám. Na. Hát ez mi a gyász? Azt a rohadt kurva eget. Hát megpofozok valakit. Hát bazd meg, ez mi? Hát nem is tudom, mikor kaptunk utoljára gólt. Hát meccsek óta nem kapunk gólt. Most meg ember hátrányban van, az ellenfél, az gólt lőnek. Ilyen gólt. Ráadásul kieső zónában lévő Luton. A gyerekek, mi ez? Hát én fél időben úgy elhajítom a vizes flakolomat, mint a rohadt élet. Hogy valakit eltaláljak. Hát most feldúlt állapotba kerültem. Na, ez az vora. Gyerünk, apukám, ez az. Pörögjünk föl. Nagyon nagy labdában így. Gyerünk, köcsi sajt! Szöglet. Szépen blokkolt a süttyóvédő. És ott a gól! Hát ez hihetetlen! Vurral a gólszerző már megint. Ez a fickó egy isten fejjel. Komolyan mondom. Ott az egyenlítés. Ez lenyűgöző. Ez a fickó úgy tud fejelni, hogy hihetetlen második gólja. Mióta játszik, azóta ontja a gólokat fejjel. Ezt a fickót kötelezően játszatni kell innentől. Hát garantált egy gól. Érted? Vural, ha játszik, egy gólunk már van. Handicappel indulunk. Azt a mindenit, de komoly. Eddig szögletből nullák voltunk. Most, hogy játszik Vural. Hát most figyelj, 193 centi. Azaz, ott a szöglet. Gyerünk. Toffoló menjen. Vural meg jöjjön. Aztán gól. Haladjunk. Gyerünk. Így van, Lajos. Így van. Otti! Jaj. És ha rövidre kell adni. Hát, mondjuk nem fogok belenyúlni most ebbe már, mert azért, mert kettő gól szereztünk az elmúlt meccseken így szögletből. Viszont egyből módosítanom kellene. Meghalt? Remélem, bazd meg. Rohadt szemét láda szarházi. Mit cselez itt? Borral úgy elintézte, hogy szép volt. Így kell. Így kell. Még oda kell menni gyorsan kicsit megtaposni. Sunyiba. Nem kell neki mutatni ki itt az úr. De hogyan, Krelex? Rövidre kell rúgni a szögletet, Borralt meg beállítani oda. Ez kész. Így. Ezen kívül esetleg, hát más nem nagyon tudok elképzelni. Csak a rövidről fejeltünk eddig gólt. Ávoni, most mélységben. Ez az öreg. Jaj, micsoda szóló. Elanga, hát mit csinálsz? Jaj. Te félkegyelmű barom. Borral. Murillo, gyerünk. Egy a Tilitoli. Micsoda kiugratás. Elanga! És! Gól. Hát ez nem volt les. Hát ez milyen gól? Azt figyeld. De milyen kiugratás hátvédtől, Murillótól. Ez lenyűgöző. Ez... Istenem. Anderson a saját kapujába blokkolta a labdát. Csóri. Hát ez akkor 2-1. Te vasz. Azaz. Hát úgy tűnik, Relax, igen, összekapta magát. Bár még mindig 6,5-ös értékelése van Elangának, mint hogyha közelem lett volna az öngólhoz. Azért ezt ilyenkor értékelhette volna, vagy értékelhetné a rendszer, nem igaz? Erre azért odafigyelhetnének, hát... Mert ez abszolút Elanga mutatványa volt, meg Murillo-é. Hát ez egy fél gólpassz volt Murillo-nak. Alapvetően.
Kár szépíteni. Reboltam úgy egész tűrhetően játszik. Ugye 6,8 egy középhátvédtől az már nálunk egész jó. Mert nem sokat szerepelnek nálunk a hátvédek. Jó, jó megállja a helyét a kis. Sőt, 6,9. Hát mit csinál ez a fickó? A végén bejátsza magát a kezdőbe Vorallal együtt. Hát megőrülök. Na gyerünk Hansen oda, csak ne sérülj le! Ennyit kérek, kösz! Nem mintha mondjuk a kórházunk tele lenne, hopp, 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 mi volt? Büntető? Nem. Nem. Ha, nem. Vak. Pedig ezt a meccset most itt az első játék részben jó lenne eldönteni, hogy a másodikra úgy jöjjünk ki, hogy szanaxosan. Ez az. Jéz. Ez a Jéz is, ez te. Ahhoz képes, hogy húzó ember, vagy húzó ember, hát legalábbis a hierarchián belül az. Jézusom. Parancsolsz, Relax? Palaszkhajítás nem lesz így most. A középpályások labdaszerző mindegyik. A baloldali védekező, jobboldali meg támogató. Így ez. Szerintem védekező középpályások borzasztó királyok. Ők középső közepet játszanak, tudom. De szerintem a védekező középpályás az meg talán még jobb lenne, még stabilabb talán. Ja, fene tudja, bár most jelenleg nem nagyon érzek kettő között különbséget. De ezek szerintem nagyon jók. Nagyon-nagyon jók, mert ugyanúgy segítik a támadást gyönyörűen. És kicseszett jól védekeznek. Csak így tovább, emberelőnyben vagyunk. Használjuk ki, persze. Mi más lehetne mondani? Ennyi, menjen ki, mindenki aztán játszol. Milyen fáradtak a játékosok, azt a mindenit. Oh, gyerekek, ez nagyon durva. Jézus Isten. Mindjárt cserélnünk kell amúgy. Hoppá, az egy szabadrugás lesz bizony. Nekünk. Topfoló, ez jó szög. Ballal. Rövidre. Az jó volt, jó az ötlet. Szót fogad. 2-1 nekünk, Boton. Hát persze. Hát mit gondoltál, pukám? Alibizni jöttünk ide? Emberrel, amit ki kell használni. Hát hogy ne. Ezzel kell, Bot, odanézd. 17 évesen debütáló meccsi 7-es értékelés. Úgyhogy egy momentumát nem láttuk, öregem. Ott van Ebot. Hát ezt nem hiszem el. Gyönyörűen játszik. Gyönyörű. Ez a fickó már néz oda, már most belopja magát a szívembe. Az baj lesz. Ajaj, nagy összjáték volt, Hudson, odolj meg. Adjuk inkább. Köszönjük a labdát, az ajándéklasztit. Nézd meg, okosan visszafordul inkább Danilo. Oral, Elanga, gyönyörű összjáték. Igen, júj, mekkora labda! Te büdös nagy képű vadállat, te. Ezt elpuskázni. Jó, gyorsan jöjjön akkor Montiel, mert Orié mindjárt meghal. És akkor Andrei Santos most csak azért rakom be, mert muszáj. De nem akarom, hogy Sangare játszon. Brighton ellen neki teljesen frissnek kell lennie. Teljesen. Egyelőre csak ennyi. Így. Na Elanga, jobbal! Az a te szöged! Nagyon vakon van szegény. Pedig be sincs állítva neki a ritkább lövés, öcsém. És nem lő. Miért nem lő? A Ebot. És nem hibázik. Hát úgy játszik ez az Ebot, hogyha 5 évnyi tapasztalattal rendelkezne legalább. Aboni. Hát hogy eladta? Oda ajándékozta az ellenfélnek. 2-1. Nagyon nem merek ám cserélni.
az a helyzet, mert nagyon megbontjuk a csapatot. Hello! Hát letérdepeltette a csatáromat, bazd meg! Vak vagy? Hát legalább tegyetek úgy, mintha varoznátok. Na. Jó! Meccslabda volt! Add meg! Add meg, te majom! Gólnak kell lenni, érvényesnek. Én figyeltem, nálam nem volt les. Így is van. Gyönyörű gól. Hát ez hihetetlen. Monti el, megtolja szépen. Lábai között, a védő lábai között, és Elangát megtalálta a labdával. Hát, csere. Hát, te, én nem is tudom, kit seréljek, most nézem. Hát Elanga van jobban meghalva. Ó. Hogyan legyen ez? Sőt, tudod mit? Legyen... Elanga most. Origi kimegy bal oldalra. Így. Origi bal oldalt, és akkor Wood közép. Hát ez... Úristen, sose játszottunk még így, gyerünk. Talán nem lesz baj. Fél óra még van vissza a meccsből, veszélyes. Fölges föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Sziasztok, jó reggelt! Mély remélem az Erdő csapata jókat igazolt a január folyamán, és fontos pontokat szereznek a csapatnak. Éljen az ellenzék! Szervusz, Patrik! Köszönöm szépen neked a 13. hónapot! Hát kérlek, még nincs január. Még december... A búcsúgója lehetett volna Woodnak! Istenem! Istenem, szegény Wood! Ez még csak december 26-a, 7-e körülbelül. És még lesz decemberben egy meccsünk. Úgyhogy kérlek. Elsőjén viszont már jön Bárgyi. Jobb szélső támadó Ronnie Bárgyi. Talán jól mondom a nevét. És tőle sokat várok. Szép volt a hőtérkép? Na, nem láttam. André Santos fölé. Na, ezért nem játszol. Pochettino remélem látja. Csutyó. Hát igen, így van, Vigya. Így van. Igen. Amúgy más taktikában ez a Wood jó lenne. Amúgy viccen kívül. Szerintem. Tényleg szerintem nagyon jó statjai vannak. Az ő statjain rengeteget húztak, szerintem. Nagyon sokat. Elvitte a Sheffield United sajnos. Azt mondom, Sheffield, ugye? Vagy Newcastle? Nem is tudom. Newcastle? Igen. Igen, a Thresholdit vitte el a Sheffield. Több játék lehetőség miatt. A Baturinát pedig azért vitte el a Newcastle, mert nagyobb csapat. Jogos, sajnos jogos. Hiába ajánlottunk neki nagyobb fizetést, vagy nagy fizetést, de majd amúgy ne felejtsük el, valaki szóljon, hogyha ez esetleg valaki nem felejti el. Megnézhetnénk, hogy mennyi pénzt keres a Newcastle-nél. Nagyon kíváncsi lennék erre, mert mi 66 ezeret ajánlottunk neki, ami elég durva, szerintem. De lehet, hogy még többet kellett volna, még jobb bónuszokat kellett volna ajánlani neki, fene tudja. Jaj, ne tegyük izgalmassá, jó van, oké, kösz, szép. Ebotnak nagyon örülök, lenyűgöző, Montiel csereként megint zseniális, hihetetlen, ez a fickó csereként akkorát tud benni azon a jobb oldalon, hogy nem is értem. Runit? Sikerült, igen. Igen.
Igen, elsőjén jön. Tehát a Bournemouth elleni meccsen már bevethető lesz akár. Hát nem tudom, hogy ott mennyire fogjuk bevetni, meglátjuk majd. Hazai meccsünk lesz, szóval... Ha valahol debütálnia kellene, akkor ott valójában. Elég extra lenne, megjön a csapathoz. Ki se csomagolt a bőröngyéből, de már játszik. Hát... Hát köszönöm szépen, golfos. Ez remélem jót jelent. Hetente 66 ezer. Ez kemény azért. Kemény összeg. 18 éves srácnak. Ez őrületesen kemény. Ó, André Santos, te. Szemfényvesztő. Azaz. Origi szerel. Hát hihetetlen. Őt villám gyorsan majd visszaküldjük a Milánhoz. 100 ezeret kap hetente. A legjobban kereső játékosunk. Úgyhogy konkrétan 2 meccsen játszott eddig csak idén. Hát nem jó befektetés volt a csapatnak. Nem az én kezem van benne. Azt lekeszögezzük gyorsan. Hát ő már itt volt. Vagyis ha már alá volt írva a papír, mikor én jöttem. 100 ezeret kap. És értem. Tényleg elképesztő. Ugyan tudta magának kiharcolni ezt. 100 ezer. Az igen. Murillo értékelése amúgy nem igazságos, hát adott egy gólpaszt lényegében. Csak az ugye öngólként lett elkönyvelve. Ez nagyon nem korrekt. Ebbot átadásai nagyon pontosak, jók. Volt egy kulcspassza is, jó mondjuk Murillónak is volt. Szerintem persze, Barni. Miért is ne? Hát figyelj, próbáld ki. Próbáld ki. Én úgy gondolom, minden, szerintem minden be kell, hogy váljon, igen. Szia, Antal. Tényleg amúgy valaki próbálgatta az edzést? Ez még érdekes. Nem nagyon jönnek az információk. Ez ügyben. Mindenki meg akarja ölni a játékosait. Á, ugyan. Én se ölöm meg őket. Csak picit. Kapják a kiképzést, aztán ennyi. Jó ez. Gyerekek, feljöttünk a negyedik helyre. Hát ez lenyűgöző, ezt nem gondoltam volna. Ez nagyon durva. Ez nagyon nagy meglepetés. Hú, ez a regó. Azt a rohadt életbe. És ő érdeklődik amúgy? Ezt hol tudjuk megnézni, várján? Érdeklődik. Ja, nincs érdeklődés, baszki. Aha, viszont kölcsönlistára fölrakták őt. Hát... Ez érdekes. Úgy el tudnánk őt hozni vajon, hogy kivásárlási záradékkal? Vásárlási opcióval? Hát úgy viszont elhoznám. Bal szélre ő top lenne. Elángát simán kifozizná. Hát ez a srác, ez ne viccelj. Ez csoda gyerek. Hát ez... Nincs miről beszélni. Hát fizikálisan mondjuk még van hova fejlődnie sajnos. Hát van a srácban azért. Spiritus. Hát jó, persze, így van Bizsi pápa, persze. Lehetnek még itt pofonok. Van.
sajnos ez így van. A pluszosra értékelt a játékos figyelő. Ki volt az? Várjál, csak nézzük meg. Ájjáj. Hát ez az. Ez az. Egyik legnagyobb kóklerünk. Na majd mindjárt várjál csak. Zbindent ráküldjük mondjuk egy... teljes megismerést ráhajítunk. Térképezze föl nekünk ő. Az a biztos. Luton zavarban a vitatott piros lap miatt. Milyen zavar? Hát megnézzük ezt megint akkor. Milyen zavarban? Mi van? Idióták, miről beszéltek? Figyeld! Te! Hát ha lehette, visszapörgetném az időt, és berohannék a pályára egy fejszével, és megkergetnélek vele, Lokonga. Rohadék. Jó, hogy nem halt meg Avoni, baszki. Baltával a kezembe rohangnék utána. Azt a mindenit. Hogy egy vasvillával. Az még jobb lenne. Bunkó. Öregem. Most ezek után amúgy Voralt vágjam ki a kezdőből, tényleg. De úgy Felipének is brutálisan jónak kéne lennie fejjel, szerintem. De muszáj itt a pihentetés miatt ezeket a cseréket eszközölni. Közben Törrennek kellene visszatérnie. A Vlahodimos Brighton ellen. Ha ide nagyon kellenek a bravúrok. Ilyen Katét is visszarakjuk. És én Ebbotot berakom a padra. Vagy ne? Oli legyen Omobba minden lehelyett? De Boli már olyan öreg, mint a... Isten. De hát a rutin, ugye? Hát, Bolit én már nem játszottam, gyerekek. Szezon második felébe kapjon a több lehetőséget a fiatalok. Turner meg 3 nap, hát pont a meccse felépül elvileg. A 26-a van még csak akkor. Na, jó van, Lobork. Köszi. Aguilera! Milyen további 2 meccse sújtja a Dominguez, baszki? Hát ne idegesítsél föl! Hát 2 meccse már el van tiltva, még 2-t kap! Normálisak ezek? Mi ez? Hát azért ekkora rohadék dolgot nem csinált ő. Na most nézd oda, hát... Mikor Aston Villa ellen lett kitiltva, eltiltva Dominguez, és még 2-t adnának neki! Anyátokat! Na most már fellebbezek akkor. Anyába rohadékok. Hát ilyet hogy mernek csinálni? Hát mi... Hát most épült föl! Most épült fel! Hát ez mi? Első edzésen broken rib. Már nézem is. Broken ribs. Törött borda. Hát ez... Az hát mit csinált? Neki szaladt a kapufának, vagy mi? Vagy mi a Katénak? Hát nem szabad. Hát hülye vagy? Ja, Istenem. Hát küldjük egy specialistához, ha persze. Meg ne fulladjon. Bátorság lement neki. Hát nem csodálom. Törött borda után? Jézus Isten, gyerekek. Nem igaz. Hát ez... Nézd, és ott az eltiltás. Hát na, várjuk meg a fellebezést. Szemetek. Mocskos szemetek. Amerikai focisztak. Az lehet. Benne van a pakliba. Bejött neki a doktornő. Hát van is egyébként egy szép mennyecske, akit igazoltunk, most viccen kívül. Oda néz! Mangaláért bejelentkeztek a csapatok. Hú, de még mennyien. De 5 milliókat ajánlanak csak.
Lehet, hogy több pénzért is el lehetne adni. Mindegy, vigyék. Figyeltek, keres 50 ropit. 52 ezret. 5 millióért eladjuk. Hát nyilván ez a csapatnak bukás, mert 12-ért vásároltuk. Vásárolta még a vezetőség andó. A Stuttgarttól. Hát nálam meg egyáltalán nem játszott. Hát Mangala, hát ez van. Kattintsak az ötösre és tudok kütyűzni. Ja, tényleg. Egy 10 milliót kérjünk. Hopp. Ez kapufa lett. Scheisse. Lyon. Itt már csak 8-at kérünk. 9-et. Hopp. Kapufa lett ez is. Frankfurt. 8. 7,5. Na! Na jó, gyerekek, elfogadjuk akkor. Viszont ezt az eladói bérhozzájárulást, ezt nem fogadhatjuk el. Ez így nem jó. Valenciát akkor elfogadjuk. Udinézét elfogadjuk. Alkmaart elutasítjuk. Elcsét elutasítjuk. Ennyi. 5 millióért nekik ez ajándék. Játékos amúgy igazából. Konaté visszatért. Nagyon örülök ennek. Hatalmas visszatérő Konaté. Pláne miután a statjait megnézzük. Nem igaz? Gyönyörű játékos. Őt el kell küldeni kölcsönbe majd amúgy, hogy legalább kis pénzt hozzon a házhoz. Figyelj, értéke 14, kötőjel 55 ezer euró. Első osztályba játszik. Játszott, bár. 4 mérkőzésen legalább, 4 bajnoki meccsen és 1 kupa meccsen, csereként mondjuk. De ha baj lett volna, akkor ő kezdő lett volna. Soka volna, de tényleg így lett volna. Sallai. Sallai hogy játszik amúgy? Nem jól. Horta. Akomak. Ah, 30 milliós érték. Sok. Ezért a játékosért ilyen sok pénzt kérnek. Ez durva, nem? Akomakot. Vagy Akomacs. Nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Top, nem lesz egy top player? Hát le már. Hát tegnapig valaki nagyon ajánlotta. Hát galambó. Én semmit nem tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Sajnos, meg van kötve a kezem. Almalé vagy narancslé? Narancslé. Hát persze, de attól függ, hogy milyen narancsból van. Ha jó édes, ha igazán jó édes, akkor az nagyon jó a narancs. De almával vigyázzik el, mert az ugye éjgyomorra hiszol, akkor az tudja, megfájdítja a gyomrodat. Vigyázzik el. De jó az alma, szerintem mind a kettőt szeretem én. De talán inkább a narancs. Azt mindig lehet inni. Még nem tudom, melyikben van a több cukor, fene tudja. Hát mit gondoltok? Gondoltok, játszon Turner, szerintem játszon. Vissza, sérülésből tért vissza. Azt tegyük hozzá gyorsan. Várjál, gyorsan, beszélgessünk kicsit a játékosokkal. Edzésmunkát nézzük végig. Mondjuk nem is volt edzés mostanában. Mindenki csak pihent, regenerálódott a meccsek után. Lehet azért voltak, nyilván akik azért mentek edzeni, mert nem mindenki volt fáradt. Ebot lenyűgöző volt. Edzésen is, meccsen is. Nagyon jó. Belopta magát a szívembe. Így tovább, fiam. Így tovább.
Hát André Santos, tehát ez... Jó van, Turner, kapjon egy ölelést. Ávoni most nincsen olyan jó formában szerintem. Omo Bamidelének lement a koncentrációja is. És Dominguez eltiltása még mindig jelen van. Hát ez undorító. Ez undorító. Ez egyértelműen szabotálnak. Ebbe a szezonban ezt már sokat gyára látjuk. A City ellen elcsalt góllal kaptunk ki. Megsorolhatnám. Na, hadd ne soroljam. És nem érünk rá annyira. Rengeteg dolgot tudnénk felsorolni pedig. Itt lennénk reggelik. Orié fáradt. Te, Ajna hol van? Nem jó az erőlét. Legyen így akkor. Legyen az, hogy Monti elkezd, és akkor Ajna meg csereként beáll. Jó, kivel kellene még beszélgetni? Jó. Lehetünk. Valahodimos zavarodott. Az öltöző remélt egyet a mai csapat összeállítással. Hát ezek hülyék. Ez mekkora hülyeség. Hát de rotálás van. Három naponta meccs van. Már mióta? Hát ez a negyedik meccsünk így zsinórba. És idegenben vagyunk. Agresszív Felipe. Mitől? Jó van, ne legyél agresszív Felipe. Nem hiányzik nekünk még egy piros lap. Hogyan tudott összerakni a csapata egy ilyen lenyűgöző idegenbeli formát mostanában? Az mit jelent? Őt mérk... Ja, nem tudom. Egy... Nem igazán tudom megmagyarázni miért, de úgy tűnik, hogy jobban érezzük magunkat az otthonunktól távol, és ez meglátszik az eredményekben. Hát ez hülyeség. A nap végén ez tisztán kemény munka marad, senki nem szeret veszíteni odahaza, de biztosak vagyunk abban, hogy keményen fogunk küzdeni. Mit tervez tenni, hogy biztosítsa a csapat ott folytassa, ahol a Luton ellen abba hagyta? Sok önbizalmat merítettünk a találkozóból, élveztük a pillanatot, és szeretnénk továbbra is ezen a szinten teljesíteni. Ha, ez az. Milyen komoly hiányzó lesz az eltiltott Nicolás Dominguez? Minden csapat elveszít egy-két játékos a szezon során, de el kell fogadnunk ezt, és bíznunk kell beszálló játékosokban és a győzelemben. Így van. Szia, Ibin! Hát ez egy jó csapat, sajnos. Szia, TMC! Almalé viszkivel. Úristen, tényleg? A viszkit nem szabad tönkretenni ilyen pocsvalékokkal. Aj, micsoda labdaszerzés, gyönyörűen jól kezdődik a mérkőzés. Vegyük át az irányítást, át is vettük. Elang a szép szóló után, már a jobb oldalon vagyunk, Montiel beadásából lesz egy szöglet. Na, hát így kell kezdeni egy meccset, azt a mindenit. Megállíthatatlanul. Jó volt az pedig, jónak tűnt legalábbis. Elanga kiengedte a labdát. Ez mi volt? Hát onnan a túloldalról még jöhetett volna egy beadás pedig simán. Tavares. Danilónak. Hát itt most a kondíció erőlét az nem lehet probléma, mert mindenki teljesen kipihent. Mindenkit rápihentettünk erre a meccsre, úgyhogy nem lehet itt lacafacizni. Lacifacizni. A kiugratás! Ó, hát hamarabb kellett volna, te, hát... Tavares kiugratható állapotban volt pedig, hát be is mozdult. Nem baj, gyerekek, egy kapu, egy kapuzás, az pörögjön, az a lényeg. Ez eddig nagyon jó.
Tavares elangálnak. Ez az. Ó, nagyon komoly ott a vezetés! Hát ez hihetetlen! Öregem, hogy kezdjük a meccset, bazd meg, nem hiszem el. Megint! Hát nem igaz! Úristen! Ezt a Nottingham Forestet szívembe zárom egy életre. Rohadt élet. Hát ilyen nincs! Tavares adja a gólpaszt. Öregem. Szia, Nix. Ezt a 70%-os labdabirtoklást meg kéne tartani, mert a Brightontól már játszottunk már velük? Mintha játszottunk volna, nem? Nem? Szerintem igen. Kikaptunk tőlük. Igen. Nem is kicsit. Lefociztak. Hát, jó, nem voltunk rosszak, de lefociztak. A Brighton amúgy nagyon jó, szenzációs. De Welbeck mit csinálott elől? Nem is értem. Estupiñán nagyon jó védő is. Lamptey miért nem játszik? Például. Ez zseni. Az egy védő zseni. Ez olyan futással, de ne viccelj. így van Lomork. Na, gyerünk Hudson-Odoi. Nyomd meg öcsém, nyomjad, ez az, rugasd föl magad, úgyis jó, ott a bedobás, apukám, micsoda zsenialitás. Ujj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 
Azt a mindenit! Tehát az a Miller is zseniális játékos. Ennyi idősen öregen még mindig játszani. 38 éves. 37. Fú. Brutál. Premier League-be játszik. Többenet. Azt nézd meg, majdnem gólt lő. Többenet. Szia játszint. Ez meg átveszük az ellenfélnek a labdát. Éledezik a Brighton. Azt lehet most már mondani. Hát... korai volt azt mondani. Vagy mégsem. Jó van, gyerekek, jó van. Kicsit hagyjuk őket kibontakozni, az sem rossz nekünk. Le tudjuk őket kontrázni legalább. Ansu Fati mindjárt meghal a pályán. Hát igen, kemény a menetrend. Mi mennyivel jobb állapotban vagyunk. Jézusom. Ő durva. Eddig az a Fati, statok alapján egy vadállat. Egy igazi vadállat. Nézd meg Gilmour, hogy elveszi. És le is érül. Hát belefáradt. Kemény, kemény hajtás van. Hát igen. Nem, nézd oda, nem. Csak leült egyet pihenni. 25 perc után elfáradt a fiú. Ajja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 jj
Ez viccnek is rossz, ne engedj, labdát nem engedünk be soha semmilyen körülmények között. Hát ez nem viccelj. Nem vagyok babonás, de azért ez, erre allergiás vagyok, még én is. Hülye marha. Hát befújta már nyilván játékvezető, de közbeavatkozott, persze, de hát akkor sem kell. Hello, kéz! Vagy valami. Szöglet. Jó, az se rossz. Tavares szöglettel. Kifele. Jön a labda, franc szedje meg. Tehetjár élet. Ott a Brightonnál van egy hatalmas kapus tehetség. Az a Van den Berg.
aztán mégsem ő véd. Jó van. Aztán is jó lett a labda, jó van. Nyugodtan gyerekek, nyugodtan. Itt a támadó gépezeten lehetne még amúgy csiszolni itt a taktikán, azon gondolkodom már tegnap óta, hogy mi az francot lehetne itt próbálkozni, csak hát annyira nyerjük a meccseket, csak jobban kellene dominálni. Én azt hiányolom, az erősebb, agresszívabb dominanciát. Azért nem igaz? Jézusom, Laci. Hát az milyen állóképesség akkor? Szomorú. Az igen. És megtartja Danilo. Jó játékos. Nem gondoltam volna. De hát ilyen a védekező középpályás, vagyis a labdaszerző középpályásnak a sorsa. Csapat motorjává kell válnia. Ha tetszik, ha nem. Na, el szélre. Hát de gyorsabban, gyerekek, hát. Üdös istálóját már, hát szétbombázzuk öregem az ellenfél kapuját. Ennyi szögletet rúgunk egy meccsen, persze, hogy... Azért most már összejön a fejes gólszögletből. Hát, Voral kell ide, szerintem, nem? Ballal beadja Elanga. Hát igen, nem az erősebb lába. Béna beadás. Ja, több labda birtoklás, igen, 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 igen. Hát, igen. Akár azt is mondhatnánk, igen. Jó, de akkor meg a támadó gépezeten, vagy védekező, az meg már védekező taktika része végül is, nem? Hát, még nem biztos. Lehet, hogy nagyon, nagyon hamar elszórakozzuk a labdát. Igazából hiába jön oda Elanga helyére majd egy Ronny Bargi. Sokra nem megyünk vele. Csodát nem fog tenni szerintem. Ez csak egy játékos végül is. Pörgesd föl magad, ez bármi van. Basz fel egy napszemüveget, rúgj a gázpadlóig, rúgj a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Szia, Munyez! Újabb hónap, nincs megállás, hajrá, Miktax! Köszönöm szépen neked a 11. hónapot. És 2-0. Basszus. Hát ez... Basztrovat. Tavares, Aboni, duó. Ez nagyot megy most. Oda néz. Hát jó, azért ide kellett a malac. És ezt érdekes, hogy megadta viszont Tavaresnek. Mármint, hogy ebből gólpassz lett. Kicsit azért ez... Hát jó, mindegy, legyen. Én nem bánom persze, csak előző meccsen pont, hogy volt egy öngól. Aztán Murillónak az értékelése semmit nem ment föl, kulcspassz mutatója sem ment föl. Meg a gólszerző is. Gólszerzőről is ez ugyanúgy elmondható, hogy semmi nem. Elanga, így van. Pont, hogy ő volt a gólszerző. Aki most szintén gyengélkedik. Gyönge. Irány a BL, Bakony Liga. Ja, Istenem. Az rúgta a szögletet, akinek volt energiája elmenni a labdáért. Ne, meccslabda, te barom! Ó, hát hogy lehetsz ekkora bunkó? Hát
üres volt a kapu. Hát zinodoljál, már kórházba jár az esze. Tuti. Á, Sangari. Őrült nagy. Figyeljetek, ez a Brighton most halt meg igazán, nem? Elanga térdepel. Na most imádkozzál, barom. Majd meccs után ráérsz. Itt volt az egész félidő. Mondjuk ott akkor én beszéltem. Amikor nincs ima. Pala bácsi beszél. Rend és fegyelem. Aj, de nagy labdának tűnt. Lehet, hogy bejátszuk Botont, ha nem felejtem el. Brightonnál meg már zombik futnak. Pussanak csak. Jó van. Na jó, hát ez full egyéni gól. Hagyjuk, hát ez... Ez ilyen egyéni szaros villanás. Jó van. A védő az mit csinál? Védelem. Hát ez... Mi volt? Ilyen gólt kapni? Pepe, nagyon szépen köszönöm neked a 8. hónapot. Szervusz! Köszi. Eladjuk a labdát. Liverpool legenda, Lallana? Legenda? Mennyit volt ott? 1, 2, 3, 4, 5, 6 szezont. Hát azt alig játszott, milyen legenda? Ő legenda? Legenda? Ennyitől? Nagyon jó volt ott akkor, vagy mi? Hát jó volt, arra emlékszem rá, hogy azért voltak jó... Nem volt rossz játékos, na, hát. Nem tudom pontosan. Hogyjátok meg ti inkább. Legendásan szar volt. Ja. Kiegészítő ember volt? De annak tökéletes? Akkor nem volt legenda? Túlzás volt a legenda szó? Á, komi. Ja, de igaz. Legenda jelző inkább egy Gerardra aggatható rá valóban. Az nagy labda! Aboni! Úristen! Hát vihettük volna még azt, azt a bunkó kapus lábbal simán kivédte. El se vetődött, el se dőlt. Milyen bunkó nagy képű. Miért mindig Diakaté kapja ezt a labdát? Nem tetszik. És mi lenne amúgy akkor, hogyha ezen a meccsen szögleteket úgy végeznék el, hogy... Ja, hogy a rövid kapufát már nem tudjuk? Na így! Igen, ólálkodj a rövid saroknál lévő kapufánál. Így jó. Hát csak így, nem tudom, próba kedvére, hogy ne menjen már a hosszúra az a labda. Onnan nem fejeltünk még egyszer se gólt. Az összes cula legyen a rövidnél. Hát ez valószínű, hogy... Na! Ezt nem hiszem el. Töltsük túl azt az oldalt. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Ha! Jó! Az jó. Ugyanúgy megy a hosszúra a labda. Hát mintha mindenki hülye lenne. Jó van, gyerekek. Hogy megy oda Ávoni, bazd meg? Nem is értem ezt. Az indulja 16-os széléről. Ez
kavarhat be, vagy mi? Vagy még nem volt elmentve a taktika? Hát vegyesen van állítva, persze, de hát... De minek rúgja oda, amikor nincs ott ember, nincs ott ember beállítva? Vegyes, hát mert hogy rúghassa ide is akár. Vagy ahova akarja éppen, ki tudja, hogy milyen ellenfél ellen megyünk, hogy dönts el. Mert van itt a rövid kapufa, hát most... Na. Mindig vorral kell ebbe a csapatba. A Niakate egyik legjobban fejelő játékosunk. Felipe szintén. De nézzük ezt meg. Talán még rúgunk egy szögletet. Legalább. Ezen a meccsen csak 11 szögletünk volt. Ami lehet, hogy a ritkább lövésbe kellene kapcsolnunk a támadóinknál. Hogy inkább adogassuk a labdát jobban, többet talán, fene tudja. Lehet ők is rálövöldözik. Bár inkább a beadásokból szokott kavarodást tenni. Megnézzük így. Elég elfáradtunk mi is. Cserélni kellene lassan. Nem merek. Hát ne hülyéskedj. Hát ezeket az icereket, ha kihagyjuk, kikapunk, hát megbosszulja magát mindig az ilyen kihagyott helyzet. Ott föl, indít, föl! Zicser, messz a... Les. A jövő hetet is megvárhatta volna Boni azzal a passzal végül is. Na, rövid. Figyeld, gól. Ez fixen gól. Érzem. Hát erre lepasszolja oda! A kurva anyádat! Ez mi? Várjál, hogy valamit. Úristen! Hát itt várom. Végre beadja. Rövid. Hát rövid kapufa kell, bazd meg. Én voltam a hülye amúgy. Bocsánat, én voltam a hülye. Ah, Istenem! Jaj! Jó! Gól lesz! Az lett! Majdnem, tényleg az lett! Félreállítottam, rövid kapufa, persze! Istenem! Oda! Hát... Nagyon nehézkesen ment oda az a labda. Meg vagyunk halva, gyerekek? Még egy kis edzés kell? Na, balla, durr! Ott van! Ez az! Na végre, most jöhetnek a cserék, baszki. Az utolsó 5-10 percre lecserélünk mindenkit. Tényleg ajnát akartam berakni. Ó, én marha. Várjáljunk meg. Ki halt meg? Az a baj, hogy megint meccset fogunk játszani, gyerekek, tehát itt tényleg komolyan kell ezt venni. Origit berakhattam volna. Szistálóját bele. Ha jó, középpályát akkor kapjuk szét. Ennyi. Hát Toffolót meg fölcsapjuk Elanga helyére, az kész. Így. Jó, az mindegy, csak az a lényeg, ne ők játszanak már. Ennyivel is picit úgy segítsünk nekik, hogy hamarabb tudják elkezdeni a
regenerálódást. És innen így rúgja be. Öcsém. Akartam mondani, hogy ez Ajna simán berúgja, ha ő van ott. Jó, van legalább következő meccsen ő lesz a kezdő. Szerintem. Tavares nagyon nagyot játszott. Kettő gólpassz, egy gól. Figyelj, bal hátvédként, ennél jobbat. Nehéz lenne elképzelni, hoppá Igor, letette a lantot mára, ennyi volt, megelégeltek és elfáradt, vigyétek le. Azt haladjunk. Tavares nagyon rossz volt ma. Nem, jó ez így Rooney, jó ez így. Azért hagyom átfogó összefoglalón direkt, hogy minél több mindent lássunk, hogy lássam a hibákat, mi, hogyan építkezik a csapat, hogyan védekezünk, és a többi, tudod? Hogy hogyan kommunikál a meccsmotor, hogyan kell kommunikálni a meccsmotorral. Mi a jó, mi nem jó? Ki hogy helyezkedik? Van-e változás? Milyen változás? Hogy reagálnak? Mi változott vajon? Érted? Ez a taktika. Ez a taktika része? Hogy de? A Brighton Lálálá előtt leborulhat, rugott egy gyönyörű szép szólógólt, ennyi volt a Brighton. És hazai pályán. Hazai pályán. Lelettek focizva a pályáról. És megint idegenben akkorát játszik a csapatunk, hogy mindjárt elsírom magam. Hát az aztán nagy labda volt. Igen, Laci. Les. Nem, ez az a baj, érvényes lesz szerintem. Ferguson. Szép volt, nagyon. Ez jó csatár, nagyon. Hú, kapus, nagyon hibázott. Turner! Hát az a baj, hogy elfáradt a kapu, vagy hogy mondja, lehűlt a kapusunk. Lehűlt teljesen, mert... Hova, üljünk rá a labdára, üljön rá valaki, a szippancsa fölkész. Dugjuk el, úgyis jó. És előre, durr! Lendületből, idióta. Ennyit várni. Büntető. Hát akkor nem. Fújjuk már le. Nyakati. Baszki. Pirosat azért nem kéne megkockáztatni, édes fiam. Mondjuk, ha valakiben meg lehet bízni, akkor az ő. Mert ő nagyon érzi ezeket a kemény belépőket. És még mi támadunk. Úgy dugjuk el a labdát, hogy focizunk, támadunk. Ha. Elegáns. Mi az anyádért nem fújod már le, bazd meg? Hát mit csinál ez? Nézd oda. Na, akkor rúgjunk gólt. Gólt. Kegyelem döfé. Jó, hogy nem akkor fújja le a meccset, amikor a gólvonalon van a labda. Az még viccesebb lett volna, mondjuk. Hú, jaj, itt a végére azért fölment picit a vérnyomásom. A Liverpoolnak lassan félnie kell, nagyon jövünk. Úristen. Meccsértékelő sajtókonferenciától megkíméljük magunkat. Hajrá, Forest! Hajrá! Hajrá, Gábor! Miért hosszabbított egy percet még? Valamiért nagyon szívesen nézte ezt a mérkőzést, viszont én Hudson Odoi-jal el kell, hogy beszélgessek. 6,48-as értékelése van.
az elmúlt 5 meccsen 6,48. Na, egyelőre ennyi. Legközelebb, ha jönnöm kell hozzád, kedves Odoly, a kórházat a fejedhez vágom. Az biztos, amit neked építettünk. A hülye gyerek. Nézzenek oda a pofátlan mindenségit. És jöjjön akkor egy Hormus elleni mérkőzés szerintem. Hát egy fene jöjjön. És akkor játszom Vlahodimos. Először nézzük meg, hogy ez a bónusz mennyire jó. 12. Szárnyalnak. És rengeteg gót lőnek. Hát mi a fene? Új edzők van, vagy mi? Nem. Luton ellen mentek, Sheffield, Burnley, Crystal Palace. Akik ellen mi is? Jaj. Hát akkor lehet, hogy nem most kéne kísérletezni itt a kapussal. Hoppá, most miért jövök én ide? Palace az 17. Kellene a győzelem nagyon. Még menjünk följebb, mert a hatalmas lendületben vagyunk, ezt ki kell használni. Ki tudja, mikor durran ki a lufi. Tánilót szóba hozták a Dortmunddal. Na. A Luffy az most nem durranhat ki. Ja. És az a baj, hogyha jól játszik a csapat, akkor felhívjuk a magukra figyelmet. És lopkodhatnak majd bennünket nagy csapatok. És hogyha én nem engedek el játékost, akkor majd jönnek megállás nélkül hozzám az irodába a játékosok, hogy hát ez, mit képzelek én magamról tulajdonképpen. Ezt, hogy nem engedem el őket. És mivel top csapatokról beszélünk, akik majd jönnek érdeklődni. Ja igen, jó. Ezért hát nyilván az nagyon-nagyon sokat nyom alatban. Hát szegény Rooney-t, igen, elintézte a Birmingham. Hát Felipe-nek lejár a szerződése szezon végén, vele biztos, hogy nem hosszabbítunk. Ez egy remek alkalom, hogy megváljunk tőle. Orié szintén. Poli szintén, öreg, természetesen. Hát még mondjuk talán Felipe-vel még talán egy év, talán. De akkor egy olyan szezonja lenne, mint Bolinak. Lesz még egy jó első fél év, aztán viszlát, megy a padra. Mindegy, Felipe-t még meggondoljuk talán. Azért elég sok jobb, illetve elég sok hátvédet kellene igazolnunk. Még talán az nem is olyan nagy probléma. McKenna, hát őtől nyilván megválunk, sőt, azt hiszem mondjuk őt úgy adtuk kölcsön, hogy... Mi? De jó, a Prestonnál van. Arthur megy, ő is rengeteg pénzt keres. Hát azért itt nagyon sok fizetési keret elszabadul majd általuk. Hát egy ilyen majdnem 200 000. Ha Felipe-től is megválunk, akkor 250 plusz. Az durva. Az durva, és már amúgy is szerintem elég sokat lazítottunk a fizetési kereten. Ja, ráadásul úgy, hogy erősödtünk. Hát, ja, egészen elfogadható talán. Megfigyelés befejeződött. Ikopaz. Hát nem egy nagy duranás ez a fickó. De biztos jó játékos lesz belőle valamikor, majd egyszer talán. Jaj, ne! És Afrika kupa is lesz! Ó, erre muszáj volt emlékeztetni? Ú, la, ott végünk lesz.
De az a szerencsé, hogy ott abban a hónapban csak három meccsünk lesz. Ez a nagyon nagy mázli. Crystal Palace lesz az utolsó alkalom, amikor... Várjál, csak mindjárt megnézzük. Hogyan kell rákeresni? Afrika... Itt van. Ez az. És mikor kezdődik? Mondjuk egy Szenegál. Azt hiszem szenegáli játékosaink vannak. Ja, még nincs meg a menetrend. Ja, de. 24. Első hóba... Ja, az barátságos. Kongó ellen 7-e. Aztán 11, 16. És remélem kiesnek a csoportból. Bocsánat? Igen, igen. Szurkoljunk, hogy kiessenek a csoportból. Hogy hát, döntőig azért csak nem kéne vinni. Gyerekek, nem gondoljátok? Turner lett Amerikába. Az év kapusa. A kemény munka most kifizetődni látszik. Ja, hát Turner rászolgált erre az eredményre. Szép nagyon. Ma van a döntőpont. Mire gondolsz? Szia, Vitya. Hát... Semmi különös. Játszunk a Bournemouth ellen mindjárt. Kerkez Milosék ellen. Most távozik Gibbs White. Wood. Szólt Lake-re igazolta a horvátot. Na, király. Örülök neki. Oké. Mehetünk szépen tovább. Semmi tennivaló. Én lettem a hónap menedzsere. Hoppá. Na, itt van Ronnie Bárgyi. Hát ez egy zseni. Ez nagyon jó játékos. Két lábas. Brutál jó. Úristen, alig várom, hogy játszon. Na, Elanga, üdvözöljed apukám. Nem biztos benne, hogy el kellett volna adni őt, mivel állandó kezdőjátékos volt. Hát de milyen? Milyen teljesítmény nyújtott? Arról is beszéljük egy picit. Offolót el akarják vinni kölcsönbe. Igazából el lehetne. Lehetséges jövőbeli összeg. Hát igen, mert eléggé ilyen semmilyen kell Toffoló, sajnos. Várj, ezt meggondoljuk azért. Van itt egy Cardiff. Összesen 2,8 millió euró ütné a markunkat év végéig. Ez jó. Lehetséges jövőbeli díj. Na, nem lehetséges kell ide. Kötelező! Gyerekek, kötelező! Nem lehetséges. A lehetséges az bizonytalan. Azt nem szeretjük. Kötelező, apukáim. Módosítsunk, légy szíves. Köszönöm. 1, na jó! Mivel kötelező, ezért csak 1 millió, na. Nézzük meg, mit mondanak a fiúk. Ajja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 j
Azt a követelőzés kurva enget. Uh-huh. 2,1 milla. De visszatérünk ide. Ezt töröljük. Hát ha esetleg a Millwallból vagy Cardiffból több pénzt tudunk kisajtolni. Egy millió.
Több. Ez az. Én 950 ezer. Na! Úgy. Így van. És akkor most így a Millwall-nak én azt fogom mondani, hogy vagy ennyi, vagy semmi. Tehát vagy Impala, vagy semmi. Gyerekek, ne bohózkodjunk már itt azért, na. Na ide figyeltek. Én itt mindent fixálok. Így. És még egyszer belenyúltok ebbe a kurva szerződésbe. Kivágok mindenkit. Hát megőrülök már. Jó, viszlát. Ennyi volt akkor. Semmi baj. És úgy lettünk mi a hónap menedzsere, hogy egyszer kikaptunk a Aston Villa ellen. De hát az milyen vereség volt? Istenem, hát ezt valójában saját magunkat vertük meg. Dominguez négy meccsen lett most eltiltva. Hihetetlen. Jó, ott ő kiállította magát az első percekben. Remélem edzésen gürizik. Dupla munkát vállal. Nagyon remélem. Amúgy ilyenkor ez kéne büntetésből. Kettős intenzitás. Meg lehetne amúgy csinálni. Csak a franc se akar ezzel szórakozni ennyit. Na, a kohézió most már legalább az ő kezd zöldülni. Jóval. És ahhoz képest mennyi probléma van a csapaton belül. Főleg a kohézió ügyileg, meg menedzseri támogatás is. Alig hallgatnak rám a játékosok. Szerintem nagyon, tehát a csapat teljesítménye elvileg csak javulni fog. Na itt van Bárzsi. Hát ez világi. Jobb szélső támadó, belső támadó lesz. Így. Mehet be a kezd. Tényleg? Csatárunkkal mi van? Ezzel a ruhagyúréval is mi a helyzet? Assannal. Top. Mi van, hogyha top az nem is top, hanem egy kis gyönge kis balfácánka lesz. Akkor begurulok. Megkeresem azt az embert, aki nagyon javasolta tegnap. Nagyon lassan haladunk itt a megfigyelésekkel. És figyeljetek, amúgy rengeteg pénzünk van. 36 millió átigazolási keret, és 2 millió fizetési. Ha! Gyerekek! Hát itt teljesen folyik a méz Nottinghambe, baszki. Fú, szórhatjuk a pénzt két kézzel. Most megérkezett Bárzsi, úgy van ennyi. Úgy. Most megérkezik ez a kölcsönjátékos, Assan, Keke top. Ő rájuk elmegy, tudom én mennyi pénz. 11-2-3 millióba megvan a két játékos szezon végén. Ha úgy döntünk, illetve úgy döntünk. Úgyhogy egy 20 milliónk van. Keke top. Rossz. Sprays, te javasoltad? Te javasoltad Keke topot? Te javasoltad. De miért javasoltad akkor, hogyha ilyen balfácán? Top, elég gatya, dinamikus potenciája van. Az adott mentéstől függ, mennyi a potenciája. Lehet közepes játékos, ez lehet kurva jó. Áj, akkor így megértelek, Sprays. De azért egy TO-t adok most. Hát ez van. Ez ilyen, tudod. Muszáj valahogy a diktatúrát fenntartanom. Sajnos, ne haragudj meg. Így. Muszáj. Tudod nagyon jó, hogy megy ez. Tudod. Ez van. Kicsit a gulágot megjárod, nem baj az. Megvolgáztattalak most egy picit. Jó utat! Mindegy, remélem azért nem szívod merre. Csak egy picit. Amennyire énkor kell. Nem, de hogy érthető, hogy miért javasoltad így, akkor Lajos meg leírta. Köszi, Lajos. Vannak, ez amúgy nagyon fontos a játékban, hogy dinamikus, tehát hogy például régebben volt olyan is, hogy Messinek
nem biztos, hogy Messinek, lehet, hogy mondjuk kevésbé ilyen magas játékosnak. Néhány statja más volt. Tehát van ez a dinamikus potenciál, meg ugye, hogy más alapképességei vannak, minimálisan. Hát... Mi? A tartsa ki napra készen a megfigyelést? Vegyem ki a pipát onnan, feleslegesen megy erre a pénz, és ezért lassul a többi megfigyelés? És ez hol található? Ez nagyon nagy tipp amúgy, Rooney, köszi. Santos és Origi még nem ment vissza. Tartsa napra kész. Nagyon jó, köszönöm. Nagyon jó. De jó, ez nagyon jó, köszi. Küldjük vissza akkor Origit, az is leviszi a... Átigazolási időszakon nem szakítható meg. Ez az André Santos viszont fel tudom mondani. Nagyon jó. És akkor az ő fizetése mennyi volt? 23.500, hát mondjuk... Nem olyan vészes, de havonta érte fizettünk amúgy viszont. 65.000-et. Ha játszott, ha nem. Ez jó. Ez jó. Fölöslegesen volt itt, figyeljen. Sose játszott. Nagyon itt. Azért raktam be, hogy nem segített nekünk, csak vitte a pénzt. Pénzt meg ne vigye senki. Na, hát akkor szomorú búcsút veszünk Sangarétól, Niakatétól és Ajnától. Hát ők most egy darabig nem lesznek. Elvileg egy hónapon keresztül nem lesznek. Szivattyú. És akkor most az itt a kérdés, hogy Elanga játszol-e, vagy Hudson-Odoi? Menjen ki a bal oldalra. Asszisztens Hudson-Odoit javasolja, menjen ki a bal szélre. Menjen ki akkor Hudson-Odoi a bal szélre, nézzük meg így legalább, megnézzük a srácot, hogy milyen a bal oldalon. És akkor legyen Bargi a jobb oldalon. Ez az! Ez az, végre játékos baszki a csapatba. Ez nagyon jó hír. Hatalmas előrelépés. És akkor most a középpálya az egyelőre foghíjas lesz. Muriót én bevágom Niakaté helyett. Ebot megy a padra. Porié szintén válogatott. Anya úristenét. És akkor nincsen csatárunk. Nincsen csatárunk. Hát most akkor van. Origi a csatár. Az ideiglenes csatár. Bárgyi lőhet? Hát majd megoldja. Nem állítok be neki különösen nagy dolgokat. Ebot, ugyanúgy jó az edzésen. Hát ezt a fickót elkapta a gép most. Lehet, hogy őt kéne berakni a bal oldalra. Milyen lábas ő? Jobb lábas. Omoba Midele. Rakjuk be így a bal oldalra őt. Murió meg bal lábas. Az istálóját bele hát. Franzba. Én nem akarnám én őt berakni oda. Vagy Vorral játszon középen? Én Felipe helyett? Hát Vorral eddig, mint mondom, amikor játszott, fejes gól. Garantált egy gól így akkor, Vorallal. És akkor Sangarét kell megoldani. Ajaj.
Jécet javasolja ide. Nem is értem ezt. Tehát ő mindenhol rossz mondjuk. De nézzük meg akkor így. Mutasson valamit. Halok botont? Megnézhetjük. Majd később nézzünk rá. Egy teljes feltérképezést rádobtam. Mi? 30 millió összegű banki kölcsönt felvettünk, és havonta 425 ezer eurót fizetünk? A rohadt életbe. Hát mi ez a rablás? Hoppá, visszatért egy játékosunk, jobb hátvéd. Hát ő még amúgy bevethető is akár, hogyha nagyon úgy van. Bár őt inkább el kéne küldeni kölcsönbe valahova. Hozzon valami pénzt. Vagy adjuk el. Próbáljuk meg eladni. Átigazolási. Opá, nem így. Mondjuk egy 5 milliót kérjünk érte, aztán majd alkudnak. Nézzük meg. Adjuk el a francba, azt nincs vele gond. Ezt megcsináltunk? Szia, Kalbi! Lisztest azt figyeljük. Mindent, amit tettél a pártért, tetted? Jó, tudom. És kivételesen tudom. A vezetőség véleménye a munkámról. Érinthetetlen! Bocsánat, munkánkról! Ja, pontos. Érinthetetlen. Szurkolók véleménye? Há? Ennél nem lehetnének boldogabbak. Hát az átigazolások azok lehetnének jobbak. Keret. A szurkolók elégedettek, hogy ennyi játékos van most jó formában. Jó. Tüzői hangulat lejjebb ment. Hát mitől? Williams is milyen régóta sérült? Sangaré meg ott van még a padon. Na hát Ronnie Bárgyi debütáló meccse következik. Ezt már nagyon vártam. Milyen messz számot kap? 26-os? Á, 11-es. 11-es. Vagy 10-es? Nem, korai. 10-es messz számot csak az kapja meg, akit... aki szívem gyöngyvirága. Hát nem viccelj. Sőt, a 8-as, 8, a 8... Mi van? Sangaré nem ért egyet a mai csapat összeállítással. Hát de el se utazott a csapattal! Hát ő ment Afrikába kupázni. Mit pofázik, Sangaré? Mi van? Úristen. Meg mi az, hogy nem ért egyet? Érdekes, akármikor nem értettek egyet ezzel, tehát az összeállítással, mindig igazam lett végül. Ez nem számít ilyenkor? Nem. Így van, nem. A csapatát rózsaszín ködben láthatjuk a kapu előtt mostanában. Ez kielégítő? Rózsaszín ködben? Kevés gólt rúgunk? Kevés az edzés is, túlterheltek a játékosok. Örüljünk neki, hogy gólt rúgunk. És nyerjük a meccseket. Az biztos, hogy nem panaszkodom. A gólszerzés mindig szórakoztató. Hogy ez most jót jelent? Na mindegy. Mennyire lesz fontos ma megszerezni az első gólt? Számít nekünk, hogy elsőként találjunk be. Mi akarunk irányítani a legelejétől fogva. Így van. Ekkora lesz Niakaté hiánya a válogatott beli kötelezettségei miatt a mai napon? Nem ideális, de próbálunk hozzászokni. Hiszünk benne, hogy képesek vagyunk a győzelemre. Ja. Ez a kezdő 11 azért már egész jó. Egész elfogadható. Viszont a Bournemouth elég jó formában van. Kerkez a kezdőben. Ott a Miloska. Ez az. És jönnek mögöttünk. 11 pontos hátrányuk van hozzánk képest. Az nem sok. Hát gyerekek. Fel kell kötni a gatyát Iraola együttes ellen most. Bomba formában vannak ők is. Ontják a gólokat.
az előző négy meccsen rúgtak legalább 12 gólt. Úgyhogy oda kell figyelni nagyon. Én sem jöttem rá Calvin, de ez elvileg valami jót jelentett. Ja, a 8-as meszkel Párzsinak, hát majd odaadjuk neki, elintézem neki, ha jó lesz. Tehát először bizonyítson. Persze, annyira azért nem akarok elszállni. Na, Tavares! Oh! Mi? Hát na ne! Hát... Már majdnem gólt ordítottam. Hazai pályán vagyunk, gyerekek, ne feledjétek, itt közönséget el kell kápráztatni. Eddig akárhol voltunk vendégségben, lerúgtuk az ellenfelet a pályáról. Most ideje lenne ez hazai pályán! Hát... Jó. Jó, végül is... Jó. Kerkezt zavarba hozta egy picikét. Rooney? Hogyan kell mondani az ő nevét? Rooney? Ajj, forral! Ezt mondtam! Majdnem gólt fejelt! De nagy vadállat ez a fickó. És Rooney rúgja? Rooney ő szerintem. Ő rúgja a szögletet. 12-es szabadrugással. Hát, ha nincs jobb. Rooney. Oké. Okay. Szép volt, fiúk, szép volt. Jó volt, hajrá. Így tovább. Jó lesz az. A svéd sallai. Úgy van. Na, arra támadunk, öreg. Úgy, okosan. Na nézd oda, Hudson-Odoi, hogy brillírozik abban a szerepkörben egyelőre. Júj, kicsit túlzás volt. Rooney hova megy? Nagyon eltűnt. Neki nem kellett volna leszélesedni egy kicsikét? Hát azért kicsit helyezkedhetne, mert igazából olykor neki kellene jobbra betenni a labdát. Kicsit ritkán lehet őt megjátszani, ez annyira nem tetszik. Például tükörszélsőt kellene vele játszani. Játszatni. Mindig a jobb hátvéd adja be a labdát. Tehát azért nincs azzal alapvetően gond, csak kicsit többet adhatna be a támadó is, ha neki jobban menne. A technikás, gyors, sicsúgy, pitypúgy, kész. Ott a labda középen, Avoni, gól. Ez lenne. Jó, persze így meg azért a hátvédnek azért sokszor megvan a terület. Nézd oda, csak ugye hát ez a hátvédre jön ki,